Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó itt a Spirit FM-en, SMS számunk 0630 011 0725. Nagy Gergely társaságában Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral ma, december 23-án a karácsony szűkebb környezetében maradunk, hanem is teljesen szellemülünk át, de még aktualitásunk tekintetében is az ünneppel foglalkozunk, aztán a jövő héten nem fogunk élő adást és új adásokat gyártani, hanem január 2-án találkozunk majd először. Az Egyesült Királyságban igazi hagyománya van az évvégi munkahelyeken tartott karácsonyi partiknak. Ez sokak szerint azonban idejét múlt és kirekesztő megnevezés, így az egyes munkáltatók felszólították a közszolgálatban dolgozókat, idén a karácsonyi parti megnevezés helyett az ünnepi buli vagy a fesztivál kifejezése megengedett, hogy elkerüljék a nem keresztény valláshoz tartozók kirekesztését, adta hírül a The Telegraph. Az egyik jelentős kormányzati hivatal köztisztviselője azt mondta, hogy a csapatot megkérték, olyan éttermet keressenek, ahol nem szolgálnak fel alkoholt, hogy a muszlim kollégák ne érezzék magukat rosszul. Ettől függetlenül a Telegraph úgy tudja, nem állami beavatkozás történt. A munkahelyek egyénileg dönthetik el, milyen ünnepeket és megnevezéseket engedélyeznek, illetve tiltanak. Egyes források alapnak azt nyilatkozták, az ő munkahelyükön azért került sor a tiltásra, mert a vezetők attól félnek, a karácsony szó használata elidegenítheti a muszlim, zsidó, esetleg ateista kollégákat. El vannak már azok. Ezek a hírek olyanok, mintha személyesen Vlagyimir Putyin rendelte volna meg őket. És sajnos nem pusztán a hírek, hanem sajnos a híreknek a forrása, a híreknek a tárgya olyan, mintha a nyugati civilizációnak ez az önmeghasonulása olyan, mintha csak Vlagyimir Putyin rendelte volna meg, hogy legyen mi alól felszabadítani a nyugati civilizációt, mert Putyin nagyon fel akarja szabadítani, de hát mi alól, és nem kell olyan sokáig keresnie Putyinnak, hogy mi alól szabadítsa föl. Ez alól az identitás krízis alól, ez alól a bűntudat alól, hogy mi keresztények vagyunk, és mint keresztények, hát ugye ez a legsikeresebb, ez a legsikeresebb civilizáció jelenleg, sőt, hát olyannyira sikeres, hogy más civilizáció nem is nagyon van. A globalizáció nagyjából azt jelenti, hogy a nyugati civilizáció bekebelezi az összes többi civilizációt, mindenki nyugati ember már, mindenki fogyasztó már a világon. Ennek megfelelően ez a kereszténység, ez túl sikeres ahhoz, hogy a keresztény szellemben, hogy a kereszténység értékvilágában, hogy a hegyi beszéd szellemiségében kihúzhassa magát a maga sikeressége fölött. Felszegje a fejét a maga sikerességének a láttán. Tehát bűntudatot kell, hogy érezzen önmaga sikeressége láttán. Bűntudatot kell, hogy érezzen a gyarmatosítás, a rabszolgatartás, egyáltalán a önmaga kimagasló erkölcsi színvonala és kimagasló kulturális teljesítményei láttán. És tudod, ez az igazi próbája önmaga kimagasló erkölcsi színvonalának, hogyha e fölött, az erkölcsi színvonal fölött eltöltekezve annak a megerősítésével, vagy önigazolásával, felfuvalkodva, az állát felszegve kihúzza magát, akkor elbukott. Akkor nem méltó a nyugati civilizációnak az erkölcsi színvonalára, nem méltó a hegyi beszéd szelleméhez, hanem ő neki kéztördelve, fejét leszegve, bűntudatosan kell szemlélnie azt, hogy a kultúrája mennyire kimagasló. És ezt miben fejezi ki? Abban, hogy hát kirekesztő a keresztény szó, meg a kereszténység, meg ugye ez az ünnep, ez egy keresztény ünnep, ez a Jézus Krisztus születéséhez kapcsolódó ünnep. De ne hívjuk karácsonynak, mert ezzel kirekesztjük belőle a nem keresztényeket. De ez miért olyan nagy probléma? Hát ez egy keresztény ünnep, hát aki nem keresztény, annak nem ünnep. De legyen nekik is ünnep. Hát miért akarod az ünnepből kirekeszteni? Hát talán azért, mert ő nem hiszi, nem vallja, nem ahhoz a civilizációhoz sorolja magát, hát akkor nem kell, ne kelljen neki. De lehessen neki, hát lehessen, hát akkor legyen keresztény. De lehessen úgy, hogy nem lesz keresztény. Hát miért akarod te kirekeszteni? Hát akkor lehessen úgy, hogy nem lesz keresztény, csak akkor az ünnep maga veszíti el a kötődését, veszíti el a kapcsolatát a szférákhoz. Mert az ünnepnek mégiscsak a betlehemi csillag, meg a három királyok, meg a pásztorok, meg a jászolban, az a Mária, barmok közt nyugszik az Isten szent fia. Hát azért ennek van egy vallási
kötődése ennek az ünnepnek. Hát akkor idegenítsük el a vallási kötődésétől az ünnepet, és feleljünk meg ezáltal az ünnep tényleges vallási kívánalmának, diktátumának, a hegyi beszéd szellemének. Ha ahhoz, hogy befogadjunk valakit a jászolba, ahhoz az kell, hogy megtagadjuk a Jézus Krisztust, aki benne született, hát akkor egy kicsit megtagadjuk, de a szellemét megvalljuk. Tudod? És itt most ez egy ellentmondás. Meg lehet-e őrizni a kereszténységnek a spiritualitását úgy, hogy a szellemét megtagadjuk, vagy meg lehet-e őrizni úgy a kereszténységnek a szellemét, ezt a kereszténység ellenségei úgy hívják, hogy ezt a rabszolgamorált, amit mi egy civilizációs vívmánynak tekintünk, de a Nietzsche meg pont fordítva látta ezt a dolgot, meg az Evola az pont fordítva, tehát a kereszténység ellenségei pont fordítva látták ezt a dolgot. Mi ezt egy nagy erénynek, egy nagy civilizációs vívmánynak látjuk. De tudod, hogyha azért, hogy ennek a vívmánynak megfeleljünk végül, megtagadjuk a kereszténységnek a vallási spirituális alapjait, akkor vajon nem öntjük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is a lefolyó csatornába? Pont fordítva viselkedünk, mint ahogyan azt Krisztus kérte. Ugye ő azt mondta, hogy az ő követésért tagadjunk, meg is hagyjunk hátra mindent, ha kell, akkor az anyánkat és az apánkat is. Itt a kérdés, hogy kinek akarunk akkor ezzel, vagy kinek akarnak az Egyesült Királyságban megfelelni. És egyébként... De nem azt mondta, hogy az ő ünneplésének a kedvéért, hanem az ő követésének a kedvéért. És a Robi tök jól gyakorlatilag két helyes megoldást hoz itt, hogy a szellemiségét tagadjuk meg, vagy a Krisztusra való emlékezést, vagy őt magát. Uh-huh. Ezt a kettőt külön tudod-e választani egymástól, hiszen ha keresztény vagy, akkor ez nem válik le a Krisztus születésének a megünneplése, amikor egyébként a megváltására is emlékezel, és ezáltal behozod az ő lelkiségét azzal, hogy ő megváltott téged. Tehát a karácsonyán választottan a húsvéttól, a feltámadástól. Egy szójátékra viszont hadd hívjam fel a figyelmet, mert magyarban ez nem jön ki olyan jól, mint az angolban. Ugye a Christmas, ketté választjuk a szót, akkor az egyik a Christ, Krisztusra utal, a másik pedig a Mass, igaz, hogy csak egyessel, de a misére. Tehát ott egy sokkal nagyobb érzelmi töltete van ennek a szónak, mint itt Magyarországon azt mondjuk, hogy karácsony. Ott az angol száz nyelv területen ebben konkrétan megjelenik Krisztus neve, a megváltónak a neve ebben az ünnepben. És vajon, hogyha nem akarjuk kirekeszteni a muszlimokat ebből a, nem tudom, az ünnepből, vagy a mi közösségünkből, belegondolunk-e abba, hogy ha mi elmennénk valami egy iszlám országba is, ott azt kérnénk, hogy ramadánkor ne viselkedjenek úgy, ahogy, vagy ne tegyenek meg bizonyos dolgokat, mert ez sérti az én keresztény. Egyenek már legyenek szívesek napközben. Igen, egyenek és igyanak. És lehetőleg sertéshúst. És igyanak már velünk meg egy pohár bort, hiszen az a mi megváltónknak, a Jézus Krisztusnak a vére. Sőt, hát ne akarjanak már megsérteni minket. Ne is menjél messzire. Engedjék meg, hogy én igyak egy korsó sört a foci meccsen, amit Katarban rendeznek. De még csak ez sem tehetem. Csak ez sem játszik. Na de nem, itt nem ők kérik, hanem mi túlbozgóskodunk. Ez egy gyarmatosítás. Szerintem a Robi a maximális jó indulattal elemeztet ki a helyzetet, miközben itt azért nem ez a nagy filozófiai gondolat a cégeknek a fejében, hogy most itt a szellemiségnek, vagy pedig a szent személynek feleljenek meg, hanem egyszerűen egy ilyen PR gyávaság, hogy nem akarok én magamra rántani semmilyen woke meg cancel culture sajtó visszhangot, a legjobb lesz, ha elsúnyogjuk az egészet, és egyébként lehet, hogy jól gondolják, mert lehet, hogy eleve el kellett volna sunyogniuk az egészet, mert ugyan miért vállalatoktól kapok én karácsonyi üdvözlőkártyákat? Kik ők nekem? Szeretnek ők engem tényleg? Vagy én tényleg ugyanazzal a szeretettel szeretem őket, hogy meghívom őket a karácsonyfám köré? Szeretném, ha ott lennének a családom körében? Tehát, hogy egyáltalán nem is személyek van szó, mert hogy ha még emberek lennének, akkor nem lennék ilyen bunkó, hogy azt mondom, hogy semmi keresni valójuk az én karácsonyfám környékén, mert miért ne?
de hát ezek KFT-k meg ZRT-k, akiktől naponta jön 5 hírlevél, hogy azért ne feledkezzek meg majd róluk sem. Nem, az az érdekes, hogy ők az antikrisztusi személyek, és ők azok, akik most már definiálják a karácsonyt, meg a kereszténységet, meg a Jézus Krisztusra való emlékezést, vagy arról rávaló nem emlékezést, vagy az etikus Krisztus szellemében úgy kell a Krisztusra emlékezni, hogy nem mondjuk ki a nevét, mert az sérthet egyeseket, akik nem emlékeznének a Krisztusra jó szívvel, meg azt se tudják, hogy ki az a Jézus Krisztus, de nem mondd el neki, nem azzal teszel neki jót, hogy elmondod neki, vagy beavatod őt a misztériumba, azzal teszel neki jót, hogyha meghagyod őt a hiedelmében, és tolerálod őt a hiedelmében. Tudod, úgy kell ő hozzá viszonyulni, hogy nehogy azt érezze, hogy ő pusolva vagy presszionálva van. De tudod, kik azok, akik felszólítják a lelkes személyeket arra, hogy a kereszténységet meg a Krisztust hogyan kell toleráns módon megjeleníteni, érvényesíteni az ő születésnapján. A lelkes személyek? Nem, éppen a lelketlen személytelenek. Ők a multinacionális részvénytársaságok, akiket megszemélyesítettünk és emberi jogokkal láttunk el, hogy aztán elmagyarázzák nekünk, akikhez eljött a Jézus Krisztus. Tudod, nem ők, akik eljöttek a Jézus Krisztus helyett, hogy a mi halhatatlan lelkünket felváltsák a halandó énünkre, meg a halandó fogyasztói kosarunkra. Ők elmagyarázzák nekünk, hogy nem kell annyira ez a Jézus Krisztus nevét kapacitálni most csak azért, mert az ő születésnapja van. Hívjuk ezt fesztiválnak. Ez egy fesztivál, és akkor nem sértődhet meg senki. És a Jézus Krisztus se fog, mert ő érteni fogja, hogy mi ezt azért hívjuk fesztiválnak, mert hát muszlimok is érezzék a maguk ünnepének. Igaz, hogy semmi köze nincsen Mohamed prófétához, igaz, hogy a Jézus Krisztushoz van igazából köze, de most miért kell ebből őket kirekeszteni? Fogadjuk be őket a valamibe, ne a kereszténybe. Mert az kirekesztés lenne, hiszen nem akarjuk rájuk kényszeríteni a kereszténységünket. Hát mi muszlimként szeressük őket egy fesztivál keretében. Legyen ez egy fesztivál, csak akkor tényleg a Jézus Krisztus van még a jászolban? Tényleg ez még mindig az az ünnep, aminek kitalálták, vagy kitaláltuk? De legalább lennének következetesek, és lenne annyi eszük, hogy mondjuk itt arra hivatkoznak, hogy nem akarják megbántani a muszlimokat, a zsidókat, de nem ugyanezek az emberek azok, akik betiltják a hijábot, és megtiltják a muszlim nőknek Európában, hogy viseljék a saját kulturális öltözetüket, és így ők is rosszul fogják magukat érezni, ez az egyik, a másik pedig... Igen, de szerintem az a jó, az a helyes, tehát szerintem amikor a Macron azt mondja, hogy francia iskolákban és francia közintézményekben nincsen helyük vallási jelképeknek, semmilyen vallási jelképnek, semmilyen vallási ruházatnak, mert a francia állam és a francia állam étosza, Gloire egyetemesen vonatkozik mindenkire, és ez egy világi entitás a francia állam. Nem vallási, nem egyházi. A te vallási életednek, vagy a te hitéletednek a megélése az vagy az otthonodban, vagy a szentélyedben történjen, a francia állam közintézményeiben pedig ezeknek nincsen helyük. És én nagyon tökösnek tartom az Emmanuel Macront, hogy ebbe beleállt, és hogy nem szolgáltatta ki ezt az álláspontot a Le Pennek, hanem a centrum, a politikai centrum integrálni tudta Franciaországban ezt az álláspontot. A Gergő tök jó helyre evezett, amikor a Ramadánnal ráhuzamot próbált vonni, csak máshonnan vonnám, hogy én szeretném elképzelni, hogyha én lennék abban a helyzetben, amiben most mondjuk egy muszlim, vagy egy nagyon ateista ember, bár kétlem, hogy annak bármi problémája van Európában a karácsonnyal, vagy annak a megnevezésével, de mondjuk, hogy én vagyok egy közel-keleti országban, ahol az ország legjelentősebb ünnepét éppen megülik, én hogy érezném magam, és én igényelném-e azt, hogy rám legyenek tekintettel, mert engem zavar az ő ünnepük, és egyáltalán nem. Tudod, úgy érezném magam, hogy de jó, hogy tanulja vagyok ennek a kultúrának, örülök, ha rám nézve nem kötelező, mondjuk tevékenyen részt venni benne, nincsen problémám azzal mondjuk Tájföldön a Buthának a különböző ünnepein, hogy aznap alkoholt nem szolgálnak ki semmilyen kocsmában, hanem azt mondom, hogy na hát akkor csoda, hogy egyáltalán a másik napon felszolgálnak egyébként, hogy szívesen részt veszek benne, és tökre örülök, hogy ők komolyan veszik, nem sért. Ezért nem gondolom, hogy
ezen a helyen, ahol mi élünk, mást ez komolyan zavar. Az más kérdés, hogy akinek ténylegesen decemberben van ünnepe egy más vallásban, arra valahol árnyékot vete, vagy talán nem elég inkluzív úgy elküldeni a kollégáidat, hogy nekik nem kívántál az ünnepükhöz jó szellemet, míg a saját vallásod társaihoz meg igen. Amikor kint voltam Szíriában, akkor hát kértem egy ilyen jó nagy, hogy hívják? És meg is kaptam. Savarmának hívják azt hiszem, a zsidók talán. Humuszra gondolsz? Humusz. Hát igen, tudod, kaptam egy ilyen nagy dönert. A törökök hívják dönernek. A girosznak hívják a görögök. A savarmának hívják a zsidók, és kebabnak hívják az arabok. Tehát vettem egy ilyen jó nagy kebabot. És azt ott zabáltam jó étvágyjal. És jött velem szemben a jámbor muzulmán hívő, és hát rám szólt. És mondta, hogy Ramadán! Meg mondtam neki, hogy not my religion. És láthatóan nem tetszett neki, hogy én ott zabálok az utcán Ramadánkor, miközben én nem vagyok muszlim. Nyilván éhes volt. Hát bizonyára éhes volt. Náluk az a szabály Ramadánkor, hogy a nap lemegy, akkor lehet enni, de amint följön a nap, nem lehet enni. Tehát amíg fönt van a nap, Ramadán hónapban nem lehet enni. Nyilván éhes volt, nyilván zavarta. Hát meg rontod az ő erőfeszítésüket azzal, hogy te közben meg szerintem azt az aktust elvérsz. Szerintem fokozom az ő erőfeszítésüket. Szerintem segítem. Nehezíted, és ettől nehezítem, és az így lesz értelme. Így lesz értelme. Tudod, hogy nem köszönte meg akkor? De tudod, most arra már érti Robert. Érdekes, hogy nem köszönte meg. Érdekes, hogy úgy látta, hogy én ezzel sértem az ő erőfeszítését. De akárhogy is. Ez, amit most itt Európa önmagával... De nagyon voltál minden esetre. Önmagával karácsony. Mi az, hogy az ő országában? Az ő országában ő ne egyen, ha ő muszlim. Miért nem azzal kezdjük, hogy megtérít engem muszlim hitre? Miért a ramadán zabálással kezdjük a dolgot? Én nem vagyok muszlim. Ez nem pont olyan, Robi, ez nem pont olyan, mint itt a hírben, hogy olyan éttermet kell keresni, ahol nem szolgálnak fel a alkoholt. Hát én szerintem úgy áll a dolog, hogy amit most Európa csinál, az nem olyan, mint amikor én zabálok, és ő rám szól Szíriában, hogy Ramadán van, hanem olyan, minthogyha ő azt mondaná, hogy ő is eszik egy dönert, látva, hogy én dönert zabálok, de akkor ő is eszik, tudod, egy kebabot, hogy jelezze nekem, hogy ő nem akar engem kirekeszteni, ő tolerálja az én vallásomat, ezért inkább megsérti a sajátját, csak hogy ne érezzem magam kényelmetlenül az utcán. Tudod, nem rám szól, hogy Ramadán, hanem ő is vesz egy kebabot, és megeszi, jelezve azt, hogy ez egy nagyon befogadó kultúra. Én még egy olyan párhuzamot el tudok képzelni a te szíriai példádhoz, hogy mondjuk itt Nagy-Britanniában egy muszlim család békésen december 25-én akárhogy is tölti az estéjét a lakásában, és te rárugod az ajtót, és azt mondod, hogy hol a fa? Ugye? Hogy mi az, hogy nincs fa? Hát nálunk van fa. Ez valami nem ilyesmi. Nem kell fát állítani. Ez valami ilyesmi. Te tulajdonképpen ehetsz... Igen, de tudod, ő ezt nem az én lelkiismeretemre bízta. Tudod, ő nem a lelkiismeretek mentén húzza meg a civilizációk határát, hanem ilyen területileg. Tudod, és ezen a területen, itt nekem, ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a helyiek kultúráját. Ilyen módon én nekem muszlim módra kéne élnem ott, mert hogy ők muszlimok, és nekem Ramadánkor nem kéne ennem, a meggyőződésem ellenére, bár a Jézus Krisztus ilyesmit sosem kért, bár a mi szent könyvünknek egyetlen egy sora sem kért ilyet soha. Ennek ellenére hát nekem, hogyha kellően toleráns vagyok, hát a toleranciában el kell menned addig, hogy megsértsd a saját tradícióidat, vagy hát a toleranciádnak, mint a pudingnak ez volt a próbája. Ha nem sérted meg a saját kultúrádat, a saját tradícióidat, a saját hitedet, hát akkor annyit is ér a toleranciád, akkor talán a hitedet is hajadra kelheted.
Minden tizedik magyar maximum 10 000 forintot költenek karácsonyi ajándékra, több mint negyedük pedig a 10 és 30 ezer forint közötti sávot célozza meg. Ugyanakkor a régióban például a cseheknél és a szlovákoknál megfordulnak ezek az arányok. Ők inkább 40 és 60 ezer forint értékben költenének, amit nálunk viszont csak minden tizedik fogyasztó engedhet meg magának. Derül ki az árukereső.hu idei karácsonyi kutatásából. A megkérdezettek fele árakciók segítségével szeretné csökkenteni a karácsony költségeit, 20%-uk pedig úgy, hogy kevesebb hozzátartozónak tervez ajándékot venni. A tavalyi 7 megajándékozotthoz képest idén a legtöbben már csak 3-6 rokonnal vagy baráttal számolnak. A vásárlásnál ma már a környezettudatosság is számít. A vásárlók több mint 6%-a e szempont alapján rendel termékeket. A válaszadók harmada ma már inkább online vesz ajándékot, és harmada szerzi be fele-fele arányban a neten vagy boltban. Ehhez képest a csehek és a szlovákok jobban preferálják a netes vételt, és lényegesen kevesebbet látogatnak el maguk az üzletekben, mint a szomszédos országok lakói. Hát ez nagyon jó ez a hír. Úgy fogalmaz, a vásárlásnál ma már a környezettudatosság is számít, a vásárlók több mint 6%-a e szempont alapján rendel termékeket. Szállítsák ide házhoz nekem repülővel azt a terméket, amit csak papírcsomagolásban vagyok hajlandó átvenni. Igen, az avokádot tankkal hozzák ide Spanyolországból. Igen, nagyon egy, egyszerre csak egyet. Nagyon zöldek vagyunk, úgyhogy kizárólag ilyen szempontok alapján rendelünk a föld másik pontjairól termékeket. Igen, igen, ezt érzem, hogy miért nevetsz ezen, hogy ahányszor kibontok valamit, amit amúgy rendeltem, ugye az mondjuk az ilyen Ázsiában kapható kekszekből induljunk ki, hogy veszel egy doboz kekszet, és abban kekszenként nejlomban vagy csomagolva, nyilván azért, mert annyi rovar van ott a trópusokon, amire én gondolok, hogy nem hagyhatod meg a fél doboz kekszet, mert akkor kialakul az élet a szobádban addigra. És akkor, ha egy ilyet rendelnél, akkor ugye a kekszekbe vannak egyesével csomagolva, az benne van egy dobozban, azt utána beteszik ilyen kukik közé, tudod, ezek ilyen hungarocel kis golyócskák, vagy ilyen pukkanósra fújt nejlonzsákok, vagy bármi közé, ami ugye szemét, csak arra való, hogy ne csúszkáljon a keksz a dobozban, majd egy dobozba teszik, amit körben nejlonoznak, és az oldalára egy újabb nejlonba beteszik a szállítólevelet, és ennyivel több csomagolásban kapod meg azt a valamit, amit egyébként összeállíthattál volna magadnak otthon tojásból és lisztből. Hát igen. Hát igen, ez a fajta környezet tudatosság, tudod? De már amit 600, nem látok, de 600 nem látom, már így rendel. 6% már úgy rendel, hogy ami eljut hozzá, az környezettudatos. Ahogy eljut hozzá, hát azt ő nem látja, pont olyan, mint a Tesla autóval. Én nem látom, hogy készül az az energia, amit beletankolok, viszont nincs meg az az élményem, hogy szénhidrogént rakok az autómba. Vagy a vegán, tehát zöld vagyok. Vegán a környezettudatosság a pálmaolaja. És szelektíven fogom kidobni a kétszer annyi csomagolást. Igen. Igen, és lehetsz vegán, de tudnod kell, hogy az a pálmaolaj, az bizony monokultúrák, bizony egy esőerdő teljes kulturális flórája és faunája kiirtásának az árán van ott, ahonnan az származik, és persze érezheted magad nagyon zöldnek. Én azt nem értem ennek a hírnek a kapcsán, hogy egyáltalán miért kell ezzel foglalkozni. Tehát itt van karácsony, stúdiót is belengi a karácsony szelleme, és mi arról beszélünk, hogy hány százalékkal költünk többet, és miért ajándékokra is. Hány embert ajándékozunk meg, és honnan rendeljük a terméket. De azért, és mert ez maradt. És a szlovákok, és ez maradt. Ez az ünnep szakralítása. Az előző hírhez visszakötve ennyi marad a karácsonyból. Aha. A fogyasz, vegyél, közsel a pénzt. Ez maradt a misztériuma a karácsonynak, a meglepetés, az ajándék. Az, hogy egy hónappal ezelőtt két dolgot dobnak le, az adventet, meg a Black Friday-t, és elindul egy ilyen verseny, hogy melyik marad meg a fejedben jobban. Igen, igen. Tulajdonképpen a Jézus Krisztus és az Antikrisztus versenyt futnak, és tudod, végül bármelyik ér előbb a célba, te neked vásárolnod kell, hogy igazold. Várjál, Krisztus és Mammon. Ott a Krisztus, akit elvesznek, és itt a Mammon, akit a helyébe léptetnek. Igen, de tudod, én azt hiszem, hogy az sem a Krisztus, hanem a Mammon egy Krisztus szoborral, egy bálvány szoborral fut versenyt. Van egy ilyen érzésem, hogy az sem a Krisztus. Az sem az autentikus Krisztus, hanem az is egy ilyen ájtatosan a külsőségekben megélt kereszténység, ami ténylegesen egy inkább farizeizmus, sokkal inkább, mint az a kereszténységnek a tényleges lelkisége. Azt hiszem.
Az azért észrevehető lehet, hogy szerintem idén sok helyen költenek, de lehet, hogy az elmúlt években is többet a karácsonyi bevásárlásra, értem ez alatt az élelmiszereket, amikből utána süteménytengerek és különböző napokig zabált kaják lesznek, mint az ajándékokra. És ezen idén értékében biztos, hogy segít az élelmiszerinflációnak az elharapódzott mértéke. Tehát, hogy szerintem nagyon sok helyen örülnek, ha a karácsonyi asztal, meg a menü, meg tudod, amihez úgy hozzászoktak, amitől úgy érzik, hogy megvendégelik egymást, meg olyan hangulatban telik meg, nem tudom, a családi szokásokat meg tudják ülni, az éppen elég kiadás. Nem, hogy most azzal foglalkozunk, hogy hány embert ajándékozunk meg. Talán szerintem egyébként nem csak az csökken, hogy nem tudom, az átlagos 8-ról vagy 10-ről lement hétre az ajándékozottak száma, hanem az is, hogy hány embert hívunk át karácsonykor. Én tartok tőle, hogy az a fesztivál, ahogy így az előbb feljött, ez a roadshow, amit végig csinálsz általában így az elmúlt évtizedekben, hogy akkor 24-én átjönnek Pista néniék és Gabi bácsiék, és akkor 25-én nagymamához megyünk, meg délelőtt kinézünk a temetőbe, 26-án a kuzinjaid, és tudod, nem tudom, Ferdinánd bácsi, 27-én akkor azt csináljuk, hogy elmegyünk egy étterembe foglalkozni, asztalt, és ott van egy komplett ilyen szigetfesztiválra való programsorozatot, és szerintem ezt is elosztották az emberek néggyel, mert... Miért? Mert hát, hogy maradt-e minden családban egy olyan vendéglátó, aki megengedheti magának, hogy gyertek át 15-15. De ne viccelj, szerintem ez teljesen félre megy. Azért, mert valaki nem mondjuk szegény, vagy szegényesebb karácsony tud biztosítani, vagy szegényesebb asztalt, ezért már szégyenben kell éreznie magát, és nem kell áthívni azokat, akiket egyébként szeret. Lehet, hogy pont ez az alkalom arra, hogy befelé forduljunk, és ne azért hívjunk meg másokat, mert meg akarjuk mutatni, hogy mennyi mindent engedünk meg magunknak, és milyen terű asztalkámat tudunk kitenni oda az asztalra, és a falra, és egy 3 méteres fenyőfát 50 000 ajándékkal, hanem tényleg azért hívunk át másokat, mert kevesebbet tudunk adni, de tényleg velük akarunk lenni. Igen, de ennek a lelkiségét az könnyebb felülről, úgy értem anyagilag, egzisztenciálisan felülről gyakorolni, mert akkor ez nagy vonalúság, mint alulról gyakorolni, mert ez megalázóan. Hát én értem, hogy nem a pénzről, meg nem a reprezentálásról, meg nem a jó körülmények hívságáról kéne, hogy szóljon a karácsony, de ennek a tabuját alulról, a szegénységből nagyon nehéz ám áttörni, mert az ember önérzetes lény. Felülről, tudod, annak, akinek van mit a tejbe aprítani, ahogy úgy mondjam, ő könnyen túl tud lépni, könnyen el tud siklani a rossz gazdasági vagy szociális körülmények felett. És azt mondja, hogy ugyan már hát az ünnep nem erről kell, hogy szóljon. De aki odalent van, a nélkülözésben van, az, aki tele van komplexusokkal, hogy ő neki ennyire futja, ő nagyon nehezen fogja tudni azt tanúsítani, hogy de hát az ünnep nem erről szól. Tudja ő is, hogy nem erről szól, hogy mondjam? Hát de mi nem szól erről? Hát minden napom erről szól. Tudod, az van, hogy a Mária meg a József, ők tényleg koldus szegények voltak, és úgy kellett meghúzniuk magukat egy istálóban. Mária meg a József, ők nem hívtak senkit, hogy gyertek, megvendégellek titeket itt, hiszen itt egy teljes istáló, vannak lovak, van szamár, meg vannak juhok, meg mindenféle állatok. Hát ez nem alkalmas vendégségnek, hanem az úgy történt, hogy a királyok látták a csillagot, az elvezette őket, a pásztorok, azok látták a csillagot, az elvezette őket, és akkor ők oda megérkeztek, nem azért, mert a Mária meg a József hívta őket, mert a Mária meg a József, tudod, örültek, hogy fedél van a fejük fölött, hanem azért, mert a magasabb erők, a szférák, a transzcendens vezette őket oda, érted? Na, ilyen módon, hogy a transzcendens vezet oda,
valahonnan a királyságodból mondhatod azt, hogy ez itt most lehet, hogy szegényes, de hoztam aranyat. Én meg hoztam tömjén, tehát ez kevésbé lesz hasznos, de illatos. Tudod, így lehet hozzáállni a dologhoz. De tudod, akinek egy istáló jutott, hogy meghúzza magát, nem hív vendégeket, mert szégyelli. Ez nem igaz. De ezt kihitette ezt el velünk, veled, Oszival, meg velem. A tömegmédia, a Coca-Cola Mikulás, az, amit a filmekben látunk. Hát szerintem én, ez egy idős, szerintem ez egy idős az emberrel. Évben, elmúlt 15 évben, a 15 évből a mondjuk 10 évet, de 8-at minimum más emberek, teljesen néha vadidegen családoknál töltöttem, nagyon sok szegény embernek a karácsonyát is láttam lelkészként, és hidd el, akiket nem vett meg a Coca-Cola Mikulás, azok nem érzik szégyennek a szegénységüket, sőt, sokkal boldogabban adnak abból a kevésből is, amiük van neked, és fontosabb az számukra, hogy te ott vagy. Egy percig nem érzik azt, hogy nekik szégyelniük kéne magukat, vagy alacsonyabb rendűek lennének. Én lehet, hogy már annak érezném magam, mert nem tudom, beszippantott a kapitalizmus szelleme, vagy nem tudom, vagy annyira felszeretnék ülni arra a hype-ra, amit a reszkesetek betörőktől elkezdve minden sugall a nem tudom, a tévéből, meg jobbról-balról nekünk, hogy igen, ez az értelme, és ekkor teljes a karácsonyon, de ezzel nincs mindenki így. Én értem, de amit te most a Coca-Colának, meg a fogyasztói társadalomnak, meg a tömegmédiának tulajdonítasz, annak a gyökere bizony a protestáns etika, és hát bizony a kálvinizmus a forrása. És hát bizony... Rengeteget vitatkoztunk már. Max Weberrel vitatkozni. Ne is menjünk bele, Max Weberrel is lehetne vitatkozni. Egy Calvin műveit ajánlom továbbra is szeretettel neked, hogyha elolvasod, akkor nem fogod belőle azokat kiolvasni, amiket el szoktál róla mondani, de... De legyen. Szóval úgy áll a dolog, hogy ez egy komplexus. Még hogyha ők ezt nem is éreztetik veled, amikor te megfordulsz ott náluk, az otthonukban, azért azt látod, hogy ők mindent elkövetnek, talán észreveszed az erőfeszítésüket, hogy a szegénységüket a legjobb színben lásd. Érted? Nem véletlenül. Ez a komplexus, ez ott van az emberben, és nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ez már a Calvin előtt is pont ilyen módon létezett. A Calvin előtt volt ez a judaizmusnak ez az elanyagiasult oldala, meg volt ez a nagyon-nagyon a könyvhöz ragaszkodó farizeizmusa. És ezt a kettőt valahogy a Calvin egyesítette. Valahogy összebékítette a könyvet a jó, most nem a 30 ezüstpénzt mondom, de hogy a részvényindexet a Szentírással valahogy összebékítette. És azóta ez bizony együvé tartozik, és az, hogy te mire vitted az életben, mennyire voltál törekvő, mennyire voltál szorgalmas, mennyit tudtál elérni az életben, az igenis jelez valamit, nem én szerintem, Calvin szerint. Ilyet sosem írt. Hát, na, hol írt? Mondd meg, hogy hol írtak jelek. Legyél olyan kedves. Ennek az egyetlen egyszer idézd már. Abból, hogy te milyen jól tudod a cégedet, a vállalkozásodat üzemeltetni, működtetni, az a jele lehet annak, hogy téged a predestináció során kiválasztott az Úr a mennyek országába. De és mivel már minden is, megvan, nem is utalt mivel erről, már minden erre. Megvan írva, mivel már minden megvan írva, már eleve el van döntve, hogy te a mennybe számva vagy a pokorra számva vagy, így kifürkészhető az Úrnak a terve veled, és a kifürkészéséhez a te hasznod, a te profitod, a te előmeneteled, a te sikered az egy kulcs. És ebből lett a neoprotestantizmus, és ebből lett a mammon összebékítése a Szentírással, vagy a Krisztus szentségével, vagy akkor úgy is mondhatom, hogy a kőtáblák összebékítése az aranybórjúval, tehát hogy itt húzódik egy ősbűn, amelyben én nem a Coca-Colától eredeztetem ezt a dolgot, és nem az intézményes nyugati marketing találta ezt fel,
hanem ennek igenis megvannak a vallási, teológiai alapjai, és pedig a protestantizmusban. Rendben. Annyit is rövidre zárva a témát, hogy a legtöbb neoprotestáns felekezete nem kálvinista. A Kálvintól és a predestináció tanából ilyet nem lehet levonni, nem írt ilyet az institúciójában. Viszont visszatérve a krisztusi minőségre és a szegénységre, hogy ha már itt ebből indultunk ki, ugye könnyebb szegényként Krisztust követni, mint gazdagon, ugye ott van a gazdag Jézus. Tehát én ezért gondolom azt, hogy ha valaki szegény, és a, tényleg itt a karácsony is vendégül látja a családját, akkor a szegénynek, ha mondjuk a keresztény Európához tartozik, és itt egy valamiféle keresztény felfogást is vall, szegénynek lenni nem szégyen számára. Nem, ha itt lenne a Földön a mennyek országa, akkor valóban ez érvényesülne, de mivel, hogy itt a Földön nem a mennyeknek az országa van, hanem ott a, speciál itt az Orbán Viktoré van, tőlünk keletre a Putyiné van, tőlünk nyugatra meg hát a sötétségi, a démonoké és a sorosoké. Ilyen módon hát itt nem a földre szállt menny uralkodik. Majd, hogyha eljön ez a nap, majd, hogyha a bárány együtt legel az oroszlánnal, annak ellenére, hogy ezek külön égövön élnek, akkor majd talán eljön az a nap, amikor nem lesz úgymond szégyen a szegénység. Az csodálatos lenne, hogyha ez így lenne, de tudod, nem lehet a hétköznapok erkölcsét egyik napról a másikra, vagy egyik percről a másikra felfüggeszteni, és azt mondani, hogy beléptünk az ünnepbe, ez most a szent idő, többé nem szégyen a szegénység, és akkor vége van a, tudod, az ünnepi szezonnak, és akkor megint... Hát véget ért a szent idő, jön a profán idő, és a profán időben hát megint egy kicsit kevesebbnek kell, hogy érezd magad, ahhoz, hogy kedved legyen dolgozni, és elérni a többet és a többet, és mondjuk többre vinni, mint a másik ember, mint hogyha csak a másik ember állna eléd, és nem engedne a mennyek országába belépni téged. Hát át kell taposni rajta, hogy bejuss. Ilyen módon nem is akkora a különbség ebben a szellemben a törekvés, az Isten tervének a kifürkészése, az ezáltal váltható kiválasztottságtudat, illetve a Black Friday egymást letaposó kapzsisága között. Érvényesülési vágya között. Itt az érvényesülési vágy az valami nagyon nem keresztény dolog, valami nagyon idegen az evangéliumtól, meg a hegyi beszédtől, és hogy valami ilyesmivel úgymond felülfertőződött a kereszténység ezzel a 16. században. Visszatérve ehhez a kitartó, megrendíthetetlen 6%-hoz, aki nagyon tudatosan rendel az internetről, érdemes szóba hozni ezeket a műfenyőket. Valaki ugye esküszik erre, az én családomban is valami 25 éve nézzük ugyanazt a műfenyőt, és elvétve volt az, amikor azt mondta, hogy jó, akkor idén, nem tudom, áldozzunk egy fát, és kerülgessük a tűleveleket, de kapjuk meg azt a gyanta illatot, és mindenféle. De van, aki meg kifejezetten azt mondja, hogy ő lát valamit a fa feláldozásában, ami egy párhuzam. Csak egyszerűen én ebben ezt nem értem, hogy a fának a feláldozásából miként következik majd, tudod, a bűntudatra való emlékezésed, nem érzem, hogy a pasiót látnám meg én abban, hogy van egy fám, hanem egyszerűen csak földíszítettem vele a napot. De az olaj, az igazság, hogy a fa az egy, hát az tulajdonképpen egy áldozat annak ellenére, hogy annak pogány eredete van. Tehát a fa az nem úgy kerül, nem a kereszténység hurcolta be a fát se a templomba, se az otthonokba. Annak pogány eredete van. De akárhogy is ennek az áldozatnak, ennek van szerepe, amikor te veszel vágott virágot egy csajnak. Hát tulajdonképpen föláldozod azt a virágot. Annak a virágnak azért kell meghalnia, hogy az ő halála a fedezete legyen a te érzelmeidnek. Én egy virágot megöltem a kedvedért, és ez végignézheted a vázában a haldoklását, és ez mint egy fedezetet szolgáltat be, hogy én te ennyire szereted őt, ez a te szeretetednek egy kvázi a jele. Hiszen most, nekem az egy nagyon fontos virág volt. Nem volt egy nagyon fontos neveltem. Virág, de pénzbe került, meg tudod, nem te nevelted. Nyilván többet ér, hogyha te nevelted is a saját kertedben, magad vágod le azt a virágot, amit saját magad ültettél. Nyilván többet ér, így nagyobb érzelmi fedezetet képez, de akárhogy is, az, hogy te azt a virágot odaadod, az egy áldozat, feláldozod azt a virágot. Ez nyilván pogány, de
a Jézus Krisztus áldozata az nem, nem valami nagyon hasonló? Tehát nem arról van szó, hogy a Isten, tekintsünk ugye Jézus Krisztusra, mint egy virágra. Az Isten a saját fiának a vérével, a vérét áldozta azért, hogy neked ne kelljen meghalnod, hanem hogy te neked legyen miben hinned, és kvázi egy függőhíd átvezessen téged innen a túloldalra. És azt a függőhidat az ő húsa és vére, az ő áldozata az pecsételi meg, vagy az képezi, az hozza létre. Most a fa az bizonyos értelemben, még ha még oly pogány is, az ennek a szimbóluma. Annak a fának ott meg kell halnia, és az ő halála az szentesül. Tehát az a halál nem a hiába való, nem a semmiért hal meg, nem a mi jobb közérzetünkért, vagy azért, hogy mi jobban érezzük magunkat, hanem azért, mert abban a halálban, abban bizonyos spirituális fedezet képződik. Ami igen, ott egy szenvedés, de a szenvedésből a szenvedés átképződik üdvé. Ahogy a Krisztus szenvedés átképződik üdvé. Úgy a fenyő áldozata, vagy a fenyő feláldozása is bizonyos értelemben átképződik azzal az ünnepi külsőségé. Nyilván ennek ma már csak a külsősége létezik, de szerintem a mélyén mégiscsak van egy olyan alapja ennek a dolognak, hogy az áldozatot meg kell hozni. Ma mi már nem a kecskebakot öljük meg, ahogyan annak idején Ábrahám, amikor az Úristen megkegyelmezett Izsáknak, és azt mondta, hogy itt van helyette egy kecskebak, öljed meg inkább azt az úgy, akis akkor megelégszem. És ott lett vége az ember áldozatnak. És aztán a zsidók állatot áldoztak egészen a Jézus Krisztus eljöveteléig, amikor Jézus Krisztus mondta, hogy nincs szükség a kecskebakra sem, én vagyok az áldozat, én nekem kell meghalnom. Az Isten feláldozása az embernek, ez valami egészen más, mint amiről addig szó volt. Igen, de akkor a cserepes fenyő állításával ebben a párhuzamodban nem lehetne egyet érteni. Ugye nagyon sokan környezetvédelmi okok miatt olyan fenyőt sokkal etikusabb a cserepes fenyő, és én nem is gondolom egyébként, hogyha nem ölsz meg egy fát, akkor az a karácsony nem az igazi, vagy akkor nem lehet. Kicsit csökkenti az értékét a karácsonynak, hogy életben hagyod a fát. Én csak el akartam mondani, hogy a fa megölésének, föláldozásának, annak van egy rituáléja, és annak szerepe van az ünnepben. Ahogy a Jézus Krisztus halála sem volt hiába való, azt hisszük, vagy úgy gondoljuk, hogy nem volt hiába való, hanem hogy az valaminek a váltsága. Na most ilyen módon jó, a váltsága... Minden egyes karácsonyfáról aztán nem írnak egy komplett könyvegyüttest, ami utána eljut nem tudom hány milliárd emberhez, és ettől megváltoznak. Tehát, hogy az egy-egy fánknak nincsen akkora jelentősége, hogy ne csináljunk úgy, mintha ez fontos. És én nem is gondolom azt, hogy minden évben helyes és jó megölni egy fát. Csak ezért. Nem gondolom, hogy ez így lenne. Nekem kőolaj karácsonyfám van, és minden évben kőolajfát díszítek, és tökre jól meg vagyok vele, és már valami 25 éve kőolajfám van, és nem gondolom azt, hogy... És az, ha belegondolok, ez 25 fa, amit nem öltem meg, vagy nem öltek meg a kedvemért. Nem gondolom azt, hogy a Jézus Krisztus ezzel el fog engem számoltatni, amikor majd a halálom óráján leszek. És amikor majd kidobjuk az ilyen műanyagfáinkat, akkor a Pacific Garbage Patch-en lesz milyen fa alá tenni a becsomagolt ajándékokat majd a halaknak. Én nem akarom kidobni. Azt se felejtsük, hogy ezeket a fákat azért ültetik, tehát az a célja az ő életüknek, hogy aztán ki legyen vágva is. Igen, de addig is erdőben vannak ezek. Tehát, hogy az a gazdálkodási terület, ahol a fenyőfákat növesztik, az legalább nem szántó. Igen. Legalább nem szántó, és egyébként, ha már a... De szántó. Viszont elpusztul a végén. De szántó, pont ugyanúgy szántó. De pont ugyanúgy szántó, telerakjuk fával, Szánta. És minden karácsonykor felszántjuk. Hagyjuk. Szóval Szántó Klaus próbálta minden. Úgy van a dolog, hogy szerintem a karácsony az réges-régen elidegenült a tényleges jelentésétől, és ma már nem több, mint egy hangulat. És őszintén ennek a hangulatnak áldozzuk ma már a fákat. Ma már a fának azért kell meghalnia, hogy a gyanta illata, a gyereknek a varázslat élménye, az ahhoz tartozó élmény, és tudod, az, ahogy látjuk, hogy a talpban van a fa, és nem a cserépben van a fa, azzal azt érezzük, hogy na, itt azért ez itt most meghal, mi értünk. És ezáltal, tudod, ünnepélyesebbnek érezzük az egészet.
Amen. Amen. A hét főbűn az emberi bűnök csoportosítása és osztályzása a keresztény hamartiológiában, illetve a katolikus egyház erkölcsi tanítása szerint. Ezek a kevésség, fösvénység, bujasság, irítség, torkosság, harag és a jóra való restség. A buddhizmusban a klésák olyan mentális tényezők, amelyek elhomályosítják a tudatot és káros, ártó cselekedeteket eredményeznek. Ilyenek a kapzsiság, a gyűlölet, a tévejgés, az önteltség, a kétség, a tunyasság, a nyugtalanság, a szégyentelenség, a nem törődő. Az öt mérget pedig a szenvedés okának tartják. Ez az öt méreg három gyökér klésából, a nem tudásból, a vágyból és az undorból, valamint a plusz kettő, a büszkeség és irítség klésából áll. Nos, a folytatásban beszélgetünk tulajdonképpen szenvekről, vagy ösztönökről, vagy a nem tudom, a tudattalanod sötét hívásairól, vagy ha úgy tetszik, bűnökről. Csináltunk már ilyet 2 évet, talán az Eszterrel volt egy adásunk, ahol kifejezetten a hét fő bűnön mentünk végig, és kerestük, hogy mi lehet az az erény, ami ezeket esetleg gyógyítja. Most sem más a szándékunk, de nem a hét fő bűnt, hanem ennél egy kicsit szélesebb listát igyekeztünk összeválogatni, akár a hinduizmusból, akár a buddhizmusból, akár más forrásból, és miért? Azért, mert azt gondolom, vagy gondoljuk, hogy ezt így becsomagolhatjuk nektek a fa alá, hogy hangosan gondolkodunk azon, hogy ezeken a bizonyos helyeken bűnöknek megnevezett szenveken hogy tudunk segíteni magunkban, hogy ezeket megszüntessük, és miért akarnánk megszüntetni? Nem azért, mert ez bűn, és mert a pokolra jutnánk miattan, és még csak nem is feltétlenül azért, mert ezzel másoknak ártotok, hanem azért, mert magatoknak is ártotok vele. Mert egyszerűen bármelyik ilyen... Hát akkor mégiscsak a pokolra juttok miatta. Hát tulajdonképpen, ha itt tetszik, igen, csak tudod, nem akarom belekeverni a csiribirit. Nem feltétlen akarom túl misztifikálni, hanem pontosan egy teljesen hétköznapi módon kézzelfogható okot szeretnék találni arra, hogy miért ne élj az irigységgel, miért ne élj a gyűlölettel, hogyan tehetsz ellene, és hogy miért szenvedsz miatta. Ugye az összes ilyen ösztönnel kapcsolatban az a rettenetes, hogy kapsz egy késztetést, és utána másra sem tudsz gondolni, csak mikor élem már ki, mikor győzöm már le, tudod, mikor etetem már meg ezt az éhséget magamban, hogy mondjuk kifejezzem a haragomat valakivel szemben, vagy az irigységemet megetessem valamilyen fogyasztással, vagy valaminek az eltulajdonításával, vagy a megszerzésével, és ezért mondom, hogy ez számodra szenvedés. És egyébként helyesen mondod, hogy innentől kezdve akkor ez mégiscsak a pokol benned, annak a demisztifikált értelmében, a földi pokol, hogy állandóan szenvedsz amiatt, hogy ezeket elköveted. És pontosan ezért nem a bűnök felől akarom megfogni, mert nem ez a lényeg benne, hogy bűn, hanem az a lényeg benne számomra, hogy szenv, hogy egy ilyen téged ostorozó, belülről sugó akarat, és vajon meg lehet-e ezektől szabadulni? Esetleg szaladjunk végig, nagyon gyorsan mondjuk végig szaladok ezeken a kategóriákon, és utána itt van a világ összes ideje, egész pontosan a műsor végéig, hogy megbeszéljük, mit gondolunk ezekről, hogy mi lehet ezeknek a megszüntető eleme, ami ellenük hat. Ugye itt van a gőg, büszkeség, önteltség, vagy kevésség az első helyen. Aztán ott van a vágy, a szomjúság, a sóvárgás, a kapzsiság, a torkosság a második helyen. Ezeket összekevertem ugye különböző források. Aztán ott van a harag, vagy a dű, vagy a gyűlölet a harmadik helyen. Aztán a nem tudás, a tudatlanság, vagy a részvédtelenség, vagy ignorancia, vagy illúzióban élés, vagy önámítás. Ez így a véleményem szerint egy kategória. Aztán ott van az irigység, avagy féltékenység, vagy kicsinyesség, kistigülség, fösvénységnek a bűne vagy szenve, ez is szerintem egy összetartozó kategória. Aztán ott van, és ez már nem is buddhista, és nem is keresztény forrás, a hinduizmusból a halálfélelem, vagy az élethez való ragaszkodás, és az ebből fakadó szenvedés, hogy tudod,
hogy hát gyakorlatilag ezt is értjük, hogy állandóan erre gondolsz, és nem tudsz róla lejönni. És a végén, amit én nem találtam igazán párhuzamot a keleti vallásokban, ami viszont a bűnök között ott szerepel, ez a jóra való restség. Ugye ez, hogy tudással vagy, megértetted a dolgok természetét, és mégsem alkalmazod azt a megértést a gyakorlatban. Szerintem a jóra való restség az kifejezetten a kereszténységből, igen, meg a Krisztusból jön. Ugye a kereszténységet megelőző, meg attól különböző vallások, meg a nem ábrahámita vallások, de tulajdonképpen a Krisztus volt az, aki megtörte ezt. Addig mindig arról volt szó, hogy vonulj ki, légy passzív, ne ártsd bele magad, ne ár, mert csak ártasz, mert csak fölkavarod az álló vizet, mert csak a harmóniát megrontod. Jézus Krisztus volt az, aki szembefordult ezzel, és azt mondta, hogy igenis be kell lépni a világba, mert a világ megrontott állapotban van, és helyre kell állítani a világ rendjét. És ehhez aktívnak kell lenni, és ehhez cselekedni kell, és a cselekvés az erény lehet, és nem a passzivitás az erény egyetlen útja, sőt, egy magasabb rendű útja a világba való belépés. A világ megváltásra szorul, és itt vált bűnné az, hogyha te ezt elmulasztod a világnak a megváltását. Már a magad eszközeivel tudod, nyilvánvalóan nem te vagy a Jézus Krisztus, nyilvánvalóan nem te vagy az, aki majd a világ bűneit elveszed, de te rád is van bízva valamekkora kereszt, és azzal föl kell menned a te Golgotádra, és azon föl kell feszülnöd. Igen, a világrendjének a visszaállítása, amit Istentől kaptunk, és amit Krisztusivá kéne tennünk, vagy Krisztusivá kéne formálnunk. A saját lelkünkben is, és a környezetünkben is. És talán ezért mondja Aquinu is, és Nagy Gergely, aki nem én vagyok, hanem a pápájuk a katolikusoknak, hogy már én is Nagy Gergely vagyok, csak nem az a Nagy Gergely. Csak ez egy tragikus tévedés. Ez egy tragikus tévedés, amit most már nem fogunk tudni helyrehozni. Sajnos így marad, de azt mondják, hogy a rest pont ezért, a rest menekül Isten és a saját lelke elől, aki lusta, az tulajdonképpen Isten és a saját lelke elől menekül el, mert hogy ezt a rendet, ezt a megváltást, ezt nem akarja végezni, nem akar szembenézni vele. Nem akarja a stációkat, nem akar följárni. Mert az rettenetes teher a kereszt. Én úgy érzem, hogy ennek a jó vagy helyes cselekedet ellenében meglévő lustaság, azért fogalmazom át, mert egy csomóan tud jóra valónak értik azt, hogy a jóra való resség. Hogy én úgy érzem, hogy ez a keleti filozófiákban a helyes erőfeszítésnek a hiánya, az van ezzel párhuzamban, hogy megértetted, hogy mire kellene fókuszálni, lecsupaszítottad a figyelmedet, és mégis lusta vagy végezni a feladatot, hogy megfigyeled, megérted a dolgokat, és így feloldod magadban a világot. És azt gondolom, hogy a jóra való restséggel azonosítható az is, ha nem csináljuk meg ezt a mostani adást. Azaz, végigvesszük, hogy mik a... Már ha jó az adás, várjál! Nem tudom, de legalább ezt a gyakorlatot végezzük, hogy megnézzük, mik azok a dolgok, amiktől szenvedünk, és megpróbáljuk megérteni, hogy mik azok, amik feloldhatják ezeket, hogyha nem foglalkozol ezzel, pedig hányszor a szádba lett rágva, és mégsem veszed tudomásul, és építed be a gondolkodásodba, hogy minden percben felismerd a saját viselkedésedben, hogy én most szúrok ki éppen magammal, és ebből is csak bosszúság lesz, amit most csinálok, akkor voltál gyakorlatilag lusta arra, hogy megértsd, ami a saját érdeked. Ez már a Hinajána és a Mahajána buddhizmusban is külön áll. Fölmész a hegyre, eléred a teljességet, a nirvánát, és utána fönt maradsz, ez a Hinajána buddhizmusa, fönt maradsz a hegyen, és kvázi belépsz az időtlenbe, vagy belépsz a személy felettibe, belépsz a nirvánában megmindenülsz. Ők azt mondják, hogy ez nem megsemmisülés, hanem egy megmindenülés. A Mahajana ezzel szemben azt mondja, hogy amint elértem, megsértem azt, hiszen csak úgy tudom a gyakorlatot, a helyes életgyakorlatot tanítássá formálni, hogyha azt lefokozom. Lefokozom, de ezáltal
közvetíthetővé teszem, lejövök a hegyről, mert nagyobb bennem az irgalom azok iránt, akik megváltásra szorulnak, mint az igyekezet, hogy én elérjem, hogy én kiteljesítsem a saját sorsomat, hogy én lerújjam a saját karmámat, és megmindenüljek, és ezért lemegyek a hegy lábához, és tanítássá formálom, megsértem magamat, de tulajdonképpen személyes kárhozatot veszek magamra a kollektív üdv érdekében. És az a tragikus mindig, amikor valaki előbb akar Jézus Krisztus lenni, mint hogy önmagában ezt a helyes életrendet, az isteni rendet helyreállította volna. Hát a Jézus Krisztus akkor lépjen ki a világba, hogy megváltsa azt, ha már önmagával ezt a műveletet elvégezte. A Jézus Krisztussal én azt hiszem, hogy ez 30 éves koráig történt. 30 éves kora előtt a Jézus Krisztus nem tanított. Nem, 12 évesen bement a templomba. Igen, tudom, magyarázott a templomba 12 évesen, de mégiscsak a Jézus Krisztusnak a működése úgymond 30 évesen, és ott van egy hatalmas nagy szakadék, egy hatalmas nagy szünet, ahol nem tudjuk, hogy mi volt a Jézus Krisztussal, nem tudjuk, hogy mi történt 12 éves kora és 30 éves kora között a Jézus Krisztussal, ezek az elveszett évek. Sokan úgy gondolják, hogy Indiában járt ez alatt az időszak alatt, hogy megismerkedett a buddhizmussal, és hogy tulajdonképpen ebből a Hinajánából a saját a judaizmusnak a Mahajánáját fejtette ki. Ez csak egy elmélet. De akárhogy is, ezek alatt az elveszett évek alatt a Jézus Krisztus önmagában helyreállította az isteni rendet, majd kilépett a világba, hogy megváltsa a világot. Na most a probléma akkor és van. És ezzel fel is adta azt, amit ő saját maga számára elért. Tehát mindenki, aki tanít, az egyfelől deriválja a tant annyira, hogy az sérül, hiszen az egy megérthetetlen, elmagyarázhatatlan valami, arra neked kell ráébredned, vagy rávezetéssel, vagy anélkül. És onnantól kezdve, hogy ebből egy kurzust csinálsz, hogy valaki eljusson odáig, neki már kevesebbet adsz, mint a tan maga, amit megérthetsz, és másik oldalról pedig magadat fosztod meg tőle, hiszen te már esetleg abba az állapotba kerültél, amely úton, ha tovább mész, akkor saját magadat kimentheted, és mégis úgy döntöttél, vagy hát főleg ezek az elöljáróink úgy döntöttek, hogy akkor én ezt nem tartom meg magamnak, igen, hanem szentelek egy életet annak, hogy ahelyett, hogy én ebben időznék a saját kedvemre, végre a tökéletes megértésben és nyugalomban, én ezt akkor szétosztom és megpróbálom a többi embert is rávezetni. Ez így van a tanításban, de a keresztútban és a kereszthalálban a sorsodat példabeszéddé formálod. És a keresztútban és a kereszthalálban én úgy gondolom, hogy nincsen fogalmivá meg nyelvivé lerontva az igazság, hanem abban koncentrált és teljes és eszenciális az igazság. Hiszen nem, tudod, nem elmesélve van, hanem megvalósul. Megvalósul és megéled, de először önmagadban kell megélned ahhoz, hogy aztán mások javára tudd ezt formálni. Éppen ezért azzal kell kezdenünk, hogy szembenézzünk magunkkal, és ez tulajdonképpen ezt akadályozza, mert enélkül nem tudunk tulajdonképpen mások örömére élni, nem tudjuk a megváltásunkat felfogni, megérteni. És ezt a magunkkal való szembenézést, vagy a pokoljárásunkat, amit mindannyiunknak egyébként végig kell, meg kell élni, a keresztünk felvételét, ezt akadályozza a legfontosabb, és egyébként ezzel kellett volna kezdenünk, a legfontosabb bűn, a büszkeség, vagy gőg, vagy kevésség. Ugye erről mondják azt, hogy az összes bűn anyja és királynője, mert mások fölé helyezem magam, Isten fölé helyezem magam, megvetek másokat, hogy Dante a purgatórium legaljára teszi, a legközelebb vannak azok a keresztények a pokolhoz, akik büszkén haltak meg, vagy ebben a bűnben haltak meg. És ennek, a farizei, akik akikben tovább él a zsidók farizeizmusa. Ezt hova formálom magamban, amikor szembenézek, és ez a kiinduló pontja minden egyes ilyennek. Ugye azt vetetted fel, hogy miért ne éljünk így, miért, mit tanulhatunk ezekből, azzal kell kezdenünk, hogy belátjuk azt, és ez a legnehezebb, hogy én gyenge vagyok, hogy én gyarló vagyok, hogy én bűnös vagyok, hogy én erőtlen vagyok, ezt felvállalom, és ekkor az én büszkeségemet levetem magamról, és innentől kezdve tudok szembenézni mindazzal, ami majd többé tud tenni engem, és majd, ami majd rá tud ébreszteni arra,
hogy milyen szeretettel kell fordulnom a másik ember felé, hiszen ő is ugyanolyan gyarló, ugyanolyan erőtlen, mint én vagyok. És akkor talán jobban fogom tudni szeretni. A büszkeség és az önteltség, vagy gőg ellenműveletei lehetnek az önkritika, a bármilyen énvesztés, vagy a magadról való lemondás, vagy egy jó értelmű önfeladás. A szerénységnek a gyakorlása, nem az erénynek a birtoklása, hanem az erénynek a gyakorlása, ugye úgy, hogy nehezedre is esik, de mégis gyakorlod, hát ha végén úgy maradsz. Ugye a jelentéktelenségednek az elfogadása, a sérülékenység a megvallása, illetve a pszichológia foglalkozik azzal, hogy amikor valaki ilyen nagyba van, ugye, amikor nagyon büszke, amikor grandiózitás élménye és tudata van, az nem feltétlenül abból táplálkozik, hogy ő tényleg akkora király, hanem pontosan abból, hogy önbizalom hiánya, önértékelési zavara van, és lehet, hogy ezt a bűnt, ezt a szenvedést, ezt csökkentheti mások elismerése, ami feléd érkezik, illetve a saját magadba vetett hitnek a hamis demózásának a feladása. Az, hogy megvallod, hogy valakinek legalább elmondod, hogy itt kevesebbet gondolsz magadról, mint amit mutatsz. Ez a nagy titkodat legalább egy kevés embernek felfeded. Ez talán kivezet ebből az erdőből. Hamvas Béla fejtette fel, vagy fedezte fel a különböző hagyományok analógiáinak a megvonása során, hogy amit a görögök betegségnek neveznek, az a zsidóknál a bűn, és az a hinduknál a zavarodottság. És hogy ez ugyanaz. Valójában mindegyik az ideális életrendnek a megszűnése, és a szétzuhanása, ami a görögöknél betegséget jelent, de ugyanaz az állapot, és ugyanaz az alatt, az állapot alatt értik ezt, mert a görög szellem az test felől közelít, a hindu szellem az a szellem, a psziché felől közelít, és zavarodottságnak nevezi ugyanezt, a zsidó szellem az pedig az erkölcs felől közelít, és bűnnek nevezi ugyanezt, de hogy valójában az idea világ, mert az ideális ezt jelenti, az ideáknak megfelelő életrend, az a realitásoknak megfelelő életrenddel elkeveredik, és tulajdonképpen beszennyeződik. Mi történik az életedben? A szakrális és a profán felülfertőzi egymást, és az, ami fölött a szakrális rend kéne, hogy uralkodjon, hogy a zsidóknál büntelen, hogy a görögöknél egészséges, hogy a hinduknál tiszta és nyugodt szellemű, kedélyű legyél. Az szűnik meg, és azt számolja föl. Most ilyen értelemben tulajdonképpen minden, amiről itt és most beszélünk, egyetlen egy ős eredetre vezet vissza. És ez az ideális életrend, ez a megfelelő helyen és megfelelő módon kezelve az emberi psziché, az emberi tudat és az emberi test, az elme és az ahhoz tartozó élet és az ahhoz tartozó sors és az abból képződő végzet. Karácsonyi áhítatban próbálunk az ünnep, illetve az ahhoz tartozó Jézus Krisztus tényleges jelentéséhez közelebb kerülni, illetve ahhoz, hogy mit mond nekünk az ünnep, ha jól értelmezzük. Igen, és hogyha már Krisztusnál járunk, és a büszkeségnél hagytuk abba, és Oszi ugye azt mondtad, hogy a jelentéktelenség elfogadása, vagy az énvesztés lehet ennek egyfajta ellenszérumma, vagy ellentetje, akkor ugye emlékezzünk arra, hogy mit tanított Krisztus. Ugye mindenkinek le kell vetni az óemberét, el kell veszíteni, azt, ami ő valójában, ami benne dolgozik, a harag, a gyűlölet, mindaz a bűn, amiről ma beszélünk, és olyanná kell válnia, mint ő, vagy megpróbálni olyanná válni, mint ő. Tehát a krisztusi lelkületet kell magára venni az embernek. És miért olyan marha nehéz ez? Azért marha nehéz, mert ezzel együtt jár a másik ellenszérumod, a jelentéktelenség elfogadása. Ki akarja, ki meri azt mondani, hogy rendben, az én életem fő célja, hogy Krisztusivá váljak, elveszítsem az én életem, a büszkeségem, a gőgömet, azt lejjebb adom, és tulajdonképpen igazából Krisztus követő leszek egy egyszerű porszem ebben a gépezetben, és nem akarok nagyra törő
vágyakat, nem akarok mások fölé emelkedni. Ez marha nehéz. Viszont, hogyha ezt meg tudjuk tenni, hogyha el tudjuk ezt ismerni, hogyha szembe tudunk vele nézni, hogyha azt tudjuk mondani, hogy igen, én gyarló vagyok, és erőtlen, akkor és ezzel minden nap szembesülünk, és egyébként ezzel minden nap mindenki szembesül, hiszen ezért szenvedünk az életben, de ha tudatosítjuk, hogy mi értelme van ennek, és miért tesszük, akkor talán kiutat találhatunk abból a pszichés nyomásból és szenvedésből, amit ez a bűn egyébként minden nap ránk rak. Lapozzunk át a következőre. Én azt mondjuk a torkosságból vezetném le a bujaságot is, és ebből vezetném le az állandó vágyat, a kapzsiságot, az állandó sóvárgást és az általános szomjat arra, hogy valamivel rendelkezz, vagy valamilyen állapotot elérj. Ugye mindened, amit nincsen, pedig szeretnél, az neked állandó vágyat okoz. Minden, amit van, pedig nem szeretted volna, az esetleg bosszúságot okoz, nem csak a testi vágyaddal kapcsolatos állandó sóvárgásod okoz problémát, hanem az, hogy folyamatosan odébb van állítva a belső órád, és már ott szeretnél lenni egy nap múlva, hét nap múlva, hét év múlva a lévő állapotodban, ezért nem tud értékelni azt, amit hét éve vágytál, és ma már a birtokodban van. És azt hiszem, hogy erről levezethet téged egyrészt, bár ez túl nagy mondás, az elengedése annak, hogy akarj valamit, tehát hogy egyszerűen kevesebbet akarj, de főleg levezethet róla az, hogy annak örülsz, amit adnak, és amit épp van, és ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnéd, hogy majd valami mással is rendelkezz, de az elfogadott, hogy az majd a jövőben lesz. De nem azt jelenti, hogy nem fogsz örülni annak, ha több jut, hanem azt jelenti, hogy nem arra gondolsz folyamatosan, hogy mikor lesz már a jövő, mikor lesz már az, amikor majd az a másik állapot jön el, hanem annak örülsz, ami éppen most vagy. Nem maradsz a sóvárgás állapotában, hanem örülsz annak, hogy most kaptad meg azt, amiért eddig sóvároghattál volna. És akkor azzal vagy elfoglalva. Én is összekötném mind a hármat, amit mondtál, de a legaljára a bujaságot tenném. Ugye az isteni színjátéknál is ugye a tűzben égnek, az utolsó kín körében vannak, akik buják. Viszont mindegyik ugyanabból indul ki, valamit birtokolni akarunk, valamire vágyunk. És ezek a vágyaink hajtanak bennünket. Még a bujasságnál is, ugye, ami egy szexuális bűn a kereszténységben, ott is tárgyasítani, birtokolni akarunk minél több embert, magunkével akarunk tenni, és erre mondta Aquinoi, hogy ezek az anyagi javak, amik után vágyakozunk, ezek csak bizonyos testi vágyakat tudnak kielégíteni az emberben, de a pénz, az anyagi jó, vagy akár akkor ide tehetjük a bujaságot, a másik ember birtoklása, ez nem lehet végső jó, és nem hozhatja meg a végső boldogságot, de mi hozhatja meg az ellenszínumot és a végső boldogságot? Az, hogyha felismerjük, és már megint kikötünk Karácsinál és Krisztusnál, hogy Isten egyszülött fiát adta értünk. Ez az ajándék, amit mi kaptunk, ugye ezt ünnepeljük karácsonykor, és ezt felismerjük, hogy mekkora ajándékot kaptunk mi tőle, akkor hálával tudunk felé fordulni, és akkor el tudunk kezdeni azon gondolkozni, hogy ezért én hálából mit tudok tenni másért, a másik emberért? Hogyan tudom azt viszonozni, amit én ingyen kaptam? Akár Istentől, akár nem tudom, a sorstól, a világtól, amit én nem érdemeltem ki. És hogyha ezt felismerem, hogy én ezeket ingyen kaptam, akkor egyrészt elmúlnak, vagy valamennyire csökkenteni tudom a vágyaimat, az anyagi javak után. Nem merül fel már annyira, hogy mit kaphatnék még, hanem úristen, nekem már illene adnom, igen, mert eddig is ingyen vissza volt minden, amim van. Igen. Na hát én úgy gondolom, hogy az bűnöknek van egy ősoka. És minden bűnök ősoka különös módon nem egy bűn. Minden bűnök ősoka a félelem. Ennek megfelelően a szeretettel, ami minden erények ősoka, és legmagasabb kifejezése, a félelem áll szemben. Nem a gyűlölet, nem a harag. A gyűlölet meg a harag, az csak a félelemnek a kifejeződése, az a félelemnek a tulajdonsága. A harag és a gyűlölet tartozik a félelemhez, nem a félelem a haraghoz és a gyűlölethez. A félelem. A szeretet az annak a meggyőződése, hogy ami körülöttem van, az egy velem. Nem úgy egy velem, ahogyan az karórám egy a kezemmel, nem úgy egy velem, ahogy az asztal egy a karommal, hanem úgy egy velem, hogy az a valami, az nem
ellenséges velem, hanem szolgál engem, segít engem, abban én kiteljesedhetek. Az asztal megtartja a poharat, amit rárakok, a karórám az tudatja velem az időt, kvázi ez baráti entitás. Itt most nem akar engem felszámolni, nem akar behatolni, nem akar belépni a lényembe, nem akarja a lényemet elfoglalni, nem akar engem megölni, nem akar engem átformálni önmagává, olyanná tenni, amilyen ő. Na most én azt gondolom, hogy minden bűnnek a mélyén ez a félelem van, hogy az, ami körülöttem van, az ellenséges velem, valami olyasmit akar tőlem, ami nekem nem jó, be akar olvasztani engem önmagába, az én engem képező entitásomat át akarja formálni, veszélyeztet engem, nekem meg kell védenem önmagamat, hogyha megvizsgálod a gyűlölet tanításokat, a gyűlölet tanokat, amilyen mondjuk a nemzeti szocializmus. A mélyén egy félelem van, egy meg nem értett félelem a zsidóktól, a sötétségnek, az általuk vélelmezett sötétségnek az erőitől, a marxizmustól, mindazoktól a képzetektől, amikhez a viszonyát a nemzeti szocializmus nem tisztázza, mert nem megérteni akarja, hanem felszámolni, hanem elpusztítani, a félelmet gyűlöletté transformálja, és ilyen módon próbál szabadulni a félelemtől, csak hogy ezáltal még több félelmet generál a világban. Uh-huh. Ha nem tűnt volna föl, átnyargaltunk a harag, gyűlölet és dű kategóriájára itt a Robinál. Én hagyom a Gergőt kibontakozni. Robert, egy szavadban elejtetted, amit igazából mondani szeretnék erről, de majd mondom utána, azt mondtad, hogy meg nem értett félelem, és ebben nekem a meg nem értés az fontosabb, mint a félelem. Szerintem az az oka, az egyik oka a másiknak. Úgy áll, hogy a büszkeség, meg a kevésség is félelemből következik. Miért kell kihúznod magad? Miért kell felszegned az álladat? Miért kell neked igazolnod, mint egy farizeus, hogy te betartod az írást, hogy te jó keresztény vagy, jó zsidó vagy, hogy te az Isten szemében te jó vagy, te a kiválasztottak közé tartozol. Ez a kevésség, ez a büszkeség, ami olyan idegen a kereszténységtől, ami olyan idegen a hegyi beszéd szellemétől. Ez talán nem abból a félelemből, nem abból a szorongásból fakad, hogy talán nem vagyok elég jó. Pontosan. Nem ennek a fél, mindennek. De nem vagy elég jó, mert a kegyelmet nem érdemelted. Pontosan. Ki, és éppen ezért tartozol hálával. Tehát nem félelem kéne szülessen ebből az ajándékból, hanem a visszafizetés szándéka és egy szerénység. Igen, csak akkor ahhoz, hogy ezt meg tud lépni, és ezt meg tud érteni, szembe kell nézni önmagaddal, és ettől félsz, hogy milyen út vár akkor rád, hogyha te felismered magadban, hogy félsz az ítélettől, hogy nem vagy hajlandó az ítéletet önmagad fölött kimondani. Pedig ha amint kimondod, váltódnál meg, pontosan, és kimondanád önmagad fölött az ítéletet. Igen, igen, igen. És akkor mit válaszol, mit kínál gyógyírként, megoldásként erre a kereszténység és a Jézus Krisztus? Éppen a hegyi beszédnek a szellemét, éppen a lelkiséget és az ahhoz tartozó lelkizést. Jézus Krisztus előtt nem volt lelkizés, az embernek nem volt igazi kapcsolata a saját gyengeségével, mert a gyengeség az nem volt megengedve, az ott egy tisztán evolúcionista, világos, hogy nem létezett ez a fogalom, meg nem létezett a hozzátartozó elmélet, de az a jaj a legyőzöttnek szelleme, az egy tisztán evolúcionista szellemiség. És a Jézus Krisztus mondta azt, hogy a gyengeségedhez lehet kapcsolatod. Megszületett az a gyakorlat, az az életgyakorlat, amiben te a félelmedet megvalhatod, és nem kevesebb leszel tőle, hanem több leszel tőle. Megszületett a művelet, ami által szembesülhetsz a félelmeddel, megértheted a félelmet forrását, és abból nem gyűlölet, vagy nem kevésség, vagy büszkeség, vagy harag transformálódik, hanem megértés, és a megértés nyomán pedig egy lelki béke, egy nyugalom. Boldogság. Ez erről szólnak a boldogmondások, ugye? Boldogok, akik sírnak. Igen. Legyél gyenge. Igen. Vállalt fel, és na, akkor lesz téd a mennyek országa, és akkor leszel boldog. És ebben bizonyos értelemben benne van magvában
a pszichoanalízis igazsága. Tudod, hogy merjed elismerni az elismerhetetlent, merj gyengének mutatkozni, merd megérteni a saját gyengeségedet, és a megértés átvilágítás nyomán elér téged a kegyelem. Pusztán azáltal, hogy elvégzed magadon azt a műveletet, amitől a legjobban félsz. Hatolj be a magad gyengeségébe, hatolj be a félelmed, a legmélyebb félelmed forrására, és abban a pillanatban, hogy nem te menekülsz a félelmed forrása elől, hanem szembefordulsz, figyeld meg, hogy a félelmed forrása kezd el menekülni előled, de ehhez meg kell fordulni. Addig, amíg az ember menekül a félelmei elől, addig csak látszatmegoldásokat, vagy álmegoldásokat talál, mint a harag, a gyűlölet, a büszkeség, a kevésség, az önigazolás erői, miközben nem igazolnod kéne a saját abnormalitásodat, ha nem felszámolni. Igen, de hogyha... Ehhez meg először elismerni. De hogyha ha megszabadulsz a félelmeidtől, és ezt áttalanszolmálod szeretettél, azzal, hogy beismered, hogy te gyenge vagy, akkor elbuktál a világban. Igen, de a mennyek országában meg üdvöt nyersz. Igen, de talán ez a gát, ami a megoldást, ami a megoldás és a probléma közt. De nem lehet, hogy ez nem a gát? Nem lehet, hogy ez valójában az ár? Ezt az árat kell megfizetni? Ebben a világban el kell kárhoznod ahhoz, hogy a túlvilágon elnyerd az üdvöt. És ha ebben a világban nem kárhozol el rendesen, hanem tulajdonképpen nyertes akarsz lenni itt is, ott is, akkor abban a mértékben, amiben ezen a világon nyertes vagy, abban a túlvilágon, pontosan abban a mértékben nyersz kárhozatot. Nem? És amennyiben meg vesztes vagy ebben a világban, nyersz üdvöt a túlvilágon. Nem elkárhozni kell, csak nem kell akarni minden áron nyerni. Azért az nem egy elkárhozás az, hogy nem, én nem itt egy lemond, befizetek egy árat. Kérdezd meg a trénert. De nem akarom a trénert megkérdezni. Van benned egy képesség, és aztán nem bontatkoztatod ki teljesen. Ez egy nagy kár, mondja a tréner. Mit mond erre a rabbi? Rabbi azt mondja, hogy ez az üdvkapuja, lépj be rajta. Én egy picit nem a félelmet éreztem itt a harag, gyűlölet és dű ellenszerének, hanem inkább a szeretetet, de azt hiszem, hogy tudod, hogy valaki, és a szeretet alatt azt értem, hogy nem minden pillanatomat azt szője át, hogy én eltagadom a másik létezéshez való jogát, hogy ő neki nem is szabadna lenni, mert ő engem zavar. De hogyha félelem felül fogjuk meg, hogyha az tényleg abból származik az, hogy én gyűlölöm, hogy én dühös vagyok, hogy állandóan feszült vagyok, alig várom, hogy tehessek valamit a feszültségem levezetésére, akár az ellen, aki kiváltotta, akár mindegy ki ellen, csak én legyek jobban. Azt hiszem, hogy ennek a feloldására a megismerés lehet a jó eszköz. Mert egy csomószor attól félek, amiről nem tudok eleget. Ha közelebb merészelnék menni, de hát nem merek, mert félek, de ha mégis erőt vennék magamon, és akkor itt megint ez egy gyakorlat, amit tehetek, és hogy nem a bátorság erényét mutatom föl, hogy én rettenthetetlen vagyok, és oda megyek ahhoz, amitől félek, és megnézem, hanem csak gyakorlom. Én most csak erre az 5 percre leszek bátor, amíg én előmerek venni egy könyvet, megmerek nézni valami ismeretterjesztést arról, amitől rettegek, hát ha csökken bennem a gyűlölet. És a szeretetet is lehet így idézőjelben gyakorolni, hogy konkrétan edzést tartasz abból, hogy tudod mit, én valakiket én rohadtul utálok, de most én megpróbálok 5 percig úgy gondolni rájuk, mintha én magam volnék ők, hogy hát, ha beleférnek egy picit ők is az én nagy kegyelmembe. És nem kell szétjó emberkedned magad, mert ezért mondom, hogy gyakorlat, nem erény, nem kell olyan Krisztussá lenned, hogy te neked aztán könnyedén jön bárkinek a szeretete, meg mindenkit magadba tudsz fogadni, hanem 5 percre. Csak hogy kipróbáld egy picit, nem harap, mert ezt a fejedben csinálod. És ha már itt tartunk, és azt mondtam, hogy ennek az érzésnek a megismerés lehet az ellenszere, akkor hadd lépjek a következő dologra, amit én a bűnök között nem találok, és ez a nem tudás. És ugye pont a megismerésnek a rokona, vagy annak az ellentete, a tudatlanság, de a részvételenség is ide tartozik, hiszen nem veszek tudomást valaki másnak a sorsáról. Nem érdekel, nem akarom látni, vagy nem veszek tudomást valaminek a valóságosságról,
valóságáról, csak hanem nem veszek részt. Valami olyat. Tudomást veszek róla, de nem veszek részt. Tudod, az a passzivitás egy picit, amivel nagyjából elkezdődik. A részvétlenség az azt jelenti, hogy az ő keresztje. Holott, ha tudhatnád, ha lenne benned részvét, hogy az a te kereszted is. Hogy az a te kereszted is. A te dolgod is. Igen, és na, ez az, amivel ugye, itt mi lehet a gyakorlat, mit tudsz tenni, amitől a tudatlanságod esetleg szép lassan összemegy. Tanulni tudsz, megismerni tudsz, elmélyülhetsz magadban. Ha saját magadnak a nem ismeréséről van szó, és saját magadtól félsz, akkor a saját magad megismerése, a magadban nézés lehet a jó gyakorlat. Aztán az odafigyelés, hogy amikor valaki beszél, akkor te hallgatsz, és a hallgatás nem csak azt jelenti, hogy csendben vagy, hanem hogy bemegy a füleden, amit a másik mond, és amikor válaszolsz, akkor nem a magadét mondod, hanem reagálsz arra, ami ott elhangzott, hogy ténylegesen figyelsz, hogy szembenézel dolgokkal, illetve hogy elfogadod, hogy sohasem fogsz mindent tudni, mindig lesz valami, amit nem fogsz megérteni, és hogyha ezt is elfogadod, akkor már kevésbé lesz félelmetes. Ugye azért olyan félelmetes a nem tudás, mert mikor végzek már végre, mikor fogok már mindent tudni, hogy már aztán semmitől se féljek, és erre sajnos a válasz az, hogy soha. Mindig marad valami, amitől félni fogsz, ezért a legjobb azt mondani, hogy hát akkor én erre nem érek rá, hogy féljek. A legtöbb, amit tehetsz, az az, hogy megérted a félelmet forrását, és amint megérted, átvilágítod, megérted, abban a pillanatban a félelmed triviálissá válik, nevetségessé válik, és már nem tudsz úgy félni tőle. De a félelem is csak addig olyan métejező, amíg te menekülsz. Amíg menekülsz, szembefordulsz, és elindulsz felé, azt fogod észrevenni, hogy ő menekül előled, de ehhez meg kell fordulni. Igen, erre mondja Bércesi azt, hogy aki meglátja ki elől, az tovább nem menekül, megállt, kiállt, és a vihar megerül. Mi a helyzet az irigység, pösvénység, és általában az ilyen birtoklási vágy jellegű érzésekkel? Hát én szerintem ott is a félelem van a mélyben, mint minden esetben. De ez ilyen egzisztenciális félelem, nem? Hogy legyen tartalékom, jöhetnek még nehéz idők. De ez meg az a félelem, az a félelem, hogy az a félelem, hogy az a valaki több, mint én. Az a valaki több, mint én, és hát nem lehet több, nem akarom, hogy több legyen. De az már az irigység. Világos, de annak a félelme, hogy én kevés vagyok, nem vagyok elég, és hogy ez mérhető entitás. Nem olyasmi, amit majd a Szent Péter a mennyek kapujában felmér, azzal a műszerrel, ami csak nála van, hanem ez itt ebben a világban mérhető, és hogy ebben a világban igenis nekem meg kell felelnem, és nem tudok megfelelni. Hát ezeket a szüleink rakták belénk. Ezek tulajdonképpen komplexusok, és mint a komplexusok mélyén mindig a félelem van, önértékelési zavar, ami tulajdonképpen arra vezet, hogy én nem tartom elégre magamat, és ezt kell kompenzálnom. Ez a sötét titkom, amit senki nem tudhat meg. Ezért aztán mindenkinek azt kell látnia, hogy én elég vagyok. De nem az elégedettséget fogja látni rajtad, és nem a beteljesültséget, meg nem a nagyon magas nívójú személyiséget, hanem az igyekezetet, a törekvést, az, hogy te szorongsz és tördeled a kezed, hogy elég vagy-e. Igen, és ez olyan izzadságszagú, és ez annyira kényszeredett, és ez az, ami miatt egyébként valószínűleg hiába akarod, soha nem fogod tudni ezt elérni. Minél inkább görcsösen ragaszkodsz hozzá, annál távolabb fogsz tőle kerülni. És az egyetlen feloldási lehetőség az, hogyha egyszer csak azt mondod, hogy megállsz, és nem erre törekszel, vagy nem ermész. Ugye visszakanyarodtunk oda, amiről az előbb beszéltünk, hogy aki felismeri azt, hogy mitől fél, az a világban, az ugye gyenge lesz a világ szemében. Valahova máshova kell tekinteni. Akár csak a... Tehát itt mindig anyagi dolgokról beszélünk. Soha nem arról, hogy a másik emberhez milyen a viszonyom. Pedig ezek lennének a feloldásai mindennek. Hogyha nem magamban elvégzem az analízist, megismerem magam, megismerem a félelmeimet, és aztán a másik emberre tudok már úgy tekinteni, mint aki felé feladatom van, és mint akit el kell vezetnem oda, vagy mint akinek adnom, ahol én vagyok, vagy mint akinek adnom kell mindabból a jóból, amit én is, ugye ahogyan az Oszi is mondta, ingyen kaptam. De ez csak akkor lehet, hogyha el tudom mindezt engedni, hogyha ez a görcsös ragaszkodás az anyagiakhoz, vagy akár a pozíciókhoz, azt így elfelejtem. Nem ez a célom. A kereszténység, mintha nem járta volna át rendesen az embert.
vagy itt mindenki keresztény, de minthogy olyan farizeus módjára a külsőségekben, mintha nem az edény belseje lenne tiszta, hanem a külseje. Tudod, nem érzékelem, hogy a lelkizés, hogy a gyengeség vállalása, hogy az ahhoz tartozó töredelmesség, önvallomásosság az erény lenne a világ szemében. Nem, továbbra is azt érzékelem, hogy igenis a siker, igenis az, hogy én több vagyok, és igenis több akarok lenni az ehhez tartozó ambíció, mint hogyha a pogányság teljesedett volna ki az emberiség szellemében, és nem a kereszténység. Pontosan, mert hogyha a kereszténység teljesedett volna ki, akkor fel kellene venni a keresztet és az igát, ami rohadtul nem könnyű, ugye, ahogy a Jézus mondta, hogy jöjjetek én hozzám, minnyien megfáradtatok, meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. De ezt az igát felvenni, ez árral jár. Viszont azok, akikre te utaltál az előbb, azok marhára nem akarják ezt az igát felvenni. Viszont kívülről nagyon Jézusnak lehet látszani, de valahol ez az erőlködés ki fog jönni belőlük. És mivel a világnak akarnak megfelelni, ezért már látszik rajtuk, hogy azt az utat, amit be kellett volna járniuk, nem járták be, és ezért nem tudnak másoknak sem segíteni. Azt hiszem, hogy az irigységgel nagyon könnyű szembeállítani a nagy vonalúságot, mint gyakorlatot, hogy ha nehezemre is esik, feladjak valamit, vagy lemondjak valamiről, vagy mondjuk jó gyakorlat lehet, hogy felismerem a kisajátítási vágyamat, hogy én most valamit magamhoz akarok láncolni, pedig akár osztozhatnánk is rajta, illetve a versenyről való lemondás, ugyanis az, hogy nekem már jutott, az elég kellene legyen, hogy mondjuk mi 20-an jól jártunk már, ez tök jó. Na de abból én a harmadik vagyok, nem a 17-dik. Ez mit számít? Mit számít? Mégis a versengés az ugye erénynek tűnik, pedig szerintem egyáltalán nem az. És a versenyszellem az irigységet szül, az ugye az, hogy neked már eleged van, elég jutott, az mégsem elég, mert te az akarsz lenni, akinek a legjobban elég jutott. Te az első helyen akarsz lenni az elégedettek de közül. De mindenki nem érti, valaki lehet az első. Itt valaki nem érti a szó jelentését. Nekem nem elég az, hogy elég. Én elegebbet akarok egy kicsit. Tudod, erre mondják azt, hogy nincs még eleged? És tudod, elegem van abból, hogy semmiből nincs elegem. Igen, nincs elég, sosem elég. Van még itt egy maradék, és ezzel be is fejezhetnénk. Én ezt a hinduknál találtam meg a klésák között, bár végül is a buddhizmusnak a három méreg, meg öt méreg, meg akárhány méregnél, ahogy ezeknek a számosságát növeled, úgy egyszer csak megjelenik közte ez is, a halálfélelem, a ragaszkodás az élethez. Ugye beszélnek mindkét egzisztenciális szorongásról, arról a vágyról, hogy szeretnél létezni, meg arról a vágyról, hogy nem szeretnél létezni. Nem csak arról, hogy meg akarsz szűnni, hanem tudod, amikor ilyen elragadtatod magad azzal kapcsolatban, hogy milyen jó lesz majd feloldódni a mindenségben, és így nem csak megcsodálod és tudomásul veszed, hanem elkezdesz ebben hízni, hogy hát nekem mindenképpen akkor nagyon közel kell kerülnöm ehhez a másik világhoz. Igen, de végül is minden bűn akkor ide vezethető vissza, hiszen birtokolni akarok dolgokat, ide akarom magam kötni ehhez a világhoz, azt akarom, hogy itt maradjak, hogy elfelejtsem azt, hogy én halandó vagyok, hogy nekem egyszer meg kell halnom, és éppen ezért próbálok első lenni, törtetni, anyagi javakat halmozni, kapzsi lenni, ezért ebből fakad a gyűlölet is, minden belső gonoszság is, és majd az utolsó pillanatban próbálok meg kapaszkodni, és akkor, ha rám tör a halálfélelem, akkor már késő lesz, ahogyan Robi egyszer mondta, hogy aki a zuhanó repülőn kezdi el olvasni a Bibliát, az nem fogja tudni kiolvasni. Érni. Úgyhogy kezdjük el most. Azt hiszem, hogy azért olyan nehéz, mert ez a világ, ez valóságos, de igazságtalan. A túlvilág az meg igazságos, de nem valós. Nem valós, mert a valóság az a fogalmi struktúrából fakad, az meg egy fogalmokon túli világ, egy ideavilág, az eszmevilág, az a szférák, az a világ, az a transzcendens világ, és nem vagyunk benne biztosak. A valóságot látjuk ténylegesnek, és nem az igazságot látjuk ténylegesnek, pedig ami itt van, és oly valóságosnak tűnik, az
valójában szappanbuborék, csak fel kell gyorsítanunk az időt, ami meg oda át van, és valótlannak tűnik, és tényleg valótlan, annak az igazsága messze felül múlja ennek a valóságnak, ennek a realitásnak a valóságát, de oly nehéz hinni benne. Akkor próbáljuk meg a krisztusi világot és a minőséget megjeleníteni a világban ezen a karácsonyon.